Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió hétfő esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Lesznai Anna munkásságából kaphatnak ízelítőt a múzeum látogatói. A sajtótörténelem egyik legnagyobb alakjáról forgatott filmet a Makói TV. Fesztivál helyett szűkkörű konferenciát tartottak. Európa többi részéhez és az egész világhoz hasonlóan Magyarországon is emelkedik a fertőzések száma. Továbbra is fontos az általános szabályok betartása, mint a távolságtartás, a maszkhasználat, a higiénikus kézmosás és a fertőtlenítés. A hétfő reggeli adatok szerint 905 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 31.480 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 11 beteg, közülük 10 70 év felettiek, így az elhunytak száma 833 főre emelkedett, 8165-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 22.482 fő, 649 koronavírus beteget ápolnak kórházban, közülük 40-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány második hulláma zajlik Magyarországon. A kormány célja, hogy az ország működő képességét megtartsa és ne hagyja, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Éppen ezért egy hónappal meghosszabbította a járvány miatti határellenőrzést, és továbbra is kérik az emberektől az általános szabályok betartását. Kiemelten fontos az idősek védelme. A krónikus betegektől azt kérik, hogy folyamatosan gondoskodjanak rendszeresen szedett gyógyszereikről, így csökkenteni lehet annak kockázatát, hogy a fertőzés súlyos formában alakuljon ki. Müller Cecília országos tiszti főorvos nemrégiben azt nyilatkozta, hogy az immunrendszer erősítésére érdemes vitaminokat, elsősorban D és C vitamin szedni, és nem szabad elfeledkezni a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztásról sem. Ismét felhívta a figyelmet az október második felétől elérhető influenza elleni védőoltás fontos. Mint mondta, a krónikus betegeknek kifejezetten érdemes kérniük az oltást. Az iskolákban és óvodákban kötelező a testhőmérsékletmérés annak érdekében, hogy kiszűrjék a lázas gyermekeket és pedagógusokat, és ezzel is védjék a nevelési oktatási intézmények zavartalan működését. Az operatív törzs jelenleg 21 óvodában és 5 iskolában rendelte rendkívüli szünetet, 64 osztálynál és 4 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus megbetegedésére. Egy igen sokrétű nő, mégpedig Lesznai Anna munkásságából nyílt nemrégiben tárlat a József Attila Múzeumban. Az intézmény látogatói a kiállítást végigjárva a 20. század magyar művészetében jelentős szerepet betöltő személyiség hagyatékának egy szeletébe nyerhetnek bepillantást. Az 1885-ben született és 1966-ban elhunyt Lesznai Anna többféle művészeti ágban is remekelt. Életútja alatt íróként és költőként is jeleskedett, de képző és iparművészként is helytállt. Osztotta meg velünk Milisics Máté művészettörténész a megnyitó ünnepségen. A szakember arra is kitért, hogy az alkotó egy olyan sajátos stílusvilágot hozott létre, mely a védjegyévé vált. Ezeket a motivumokat, korsókat, leveleket, olyan egymásba fonódó állatokat itt a kiállításon is Makon ebből bemutatunk, láthatnak, amelyek ugye egy olyan ősi művészet felé visznek el, amely nem csak a századforduló, mármint a 20. század hajnalával volt jellemző, hanem akár már az ókortól folyamatosan élt, csak Lesznai ezeket ugye megismerve kialakította a saját egyéni világát. És így ezek jelentek meg különböző tapétatervekben, hímzés mintákban és könyvészeti alkotásokban is. A művész többször készített könyvillusztrációkat és borítókat is irodalmi körökben mozgó barátai számára. Jó kapcsolat fűzte Ady Endréhez, József Attilához, illetve Kafka Margithoz is, árult el televíziónknak Márkus Marianna. Az igazgatónő arra is kitért, hogy a makói tárlat a 60 Lajos Múzeum anyagából állt össze. Mint mondta, büszkék arra, hogy Lesznai Anna örökségének egy részét ők gondozhatják. Irodalmi része a hagyatéknak a Petőfi Irodalmi Múzeumban van, a képzőművészeti és iparművészeti pedig 60-ban. Felmerülhet a kérdés, hogy miért pont 60-ban. Lesznai Annának nagyon erős kötődése van a 60-i családhoz. 60-i Lajos író, kritikus,
Hatvani Ferenc festőművész, ugye erről a családról beszélünk, 60-ban ők nagyon sokat tettek az ottani kultúráért, és ismerjük Hatvani Lajos mecénás tevékenységét is. Lesznai Anna anyai ágon kötődik a családhoz, és 60 ezért kaphatta meg ezt a hagyatékot. Az érdeklődők egészen decemberig láthatják a kiállítást a József Attila Múzeumban. A Makói Városi Televízió csapata igyekszik nyitott szemmel járni és megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek a napi híradás és a magazinműsorok gyártása mellett adódnak kisfilmek elkészítésére. Fő motivációnk, hogy olyan témákhoz nyúljunk, amelyek a várost és a kistérséget helyezik a reflektorfénybe. Ilyen indítatásból készült az Ahol Pulitzer született című portré és dokumentumfilmünk. Alkotásunkban a Makón napvilágot látott, Amerikában világhírnévre szertett lapszerkesztőnek, Pulitzer Józsefnek a marosmenti településen töltött éveire helyeztük a hangsúlyt. Az elmúlt időszakban többek között már nyomába eredtünk egy az isonzói frontot megjárt makói katona naplójának. Bemutattuk a roma családból származó ifjú zenész tehetség Mezei József történetét. A trianoni békediktátum 100. évfordulójáról is megemlékeztünk egy nagyobb lélegzetvételű alkotással, melyben Csongrád Csanád megy át a középpontban. Az egyik legújabb kisfilmünkben egy időutazásra hívjuk Önöket. Helyi és térségi szereplők közreműködésével a valós tények mellett, olykor fantáziánk szabadjára engedésével próbáltuk megidézni azt a milliót, amelyben a kis Pulitzer József tölthette 8 makói évét. A jelenetek forgatása mellett izgalmas volt az a kutató munka, amelyet a téma megkívánt. A képkockákon szakemberek bevonásával kidomborítjuk, hogy a marosmenti település hogyan hathatott a rendhagyó és sikerekben gazdag életutat bejárt sajtómágnásra, akinek az ősei még a 18. században érkeztek városunkba, és pár évtized alatt a térség befolyásos gabona kereskedőivé váltak. Az egyik legérdekesebb része munkánknak az volt, amikor mi is szembesültünk azzal, hogy hosszú ideig nem volt evidens, hogy a sajtó Cézár valójában honnan is származik. Filmünk forgatása alatt meggyőződtünk arról, a marosmenti zsidó fiú történetén keresztül, hogy kellő kitartással és szorgalommal nagy utat lehet bejárni. Ahol Pulitzer született című alkotásunkat ma este 18 óra 16 perctől tűzzük műsorra. Ha kedvet kapta, kövessék a Makói Városi Televízió adását. Rövid híreket láthatnak. Makóváros önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve 2021 évre kiírja a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázatot szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók számára. Egyszeri regisztráció szükséges a Bursa Hungarica elektronikus pályázatkezelési és együttműködési rendszerében, az EPER Bursa rendszerben. Ezt követően lehetséges a személyes és a pályázati adatok feltöltése, majd az űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzat kell benyújtaniuk a jelentkezőknek. A szociális adatok elbírálására a korábbi évekhez hasonlóan nyomtatványt kell kitölteni, amely elérhető a www.mako.hu/bursa2021 weboldalon, illetve személyesen átvehető a Makói Polgármesteri Hivatal szárnyépületének 32-es irodájában. A szociális adatok nyomtatvány mind az A-típusú, mind a B-típusú pályázatok kötelező része. A jelentkezés csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes, máskülönben hibásnak minősül. Felhívják a figyelmet arra, hogy a pályázat leadására a várakozók egymással való érintkezésének minimalizálása érdekében kizárólag előzetes időpontfoglalással van lehetőség, amelyet munkaidőben a 0662 511 842-es telefonszámon tudnak egyeztetni. Kérik a pályázókat, hogy kizárólag a 2021-es pályázati fordulóra szóló űrlappal és kitöltött szociális nyomtatvánnyal jelenjenek meg a polgármesteri hivatal arra kijelölt helyiségében. A pályázat beadási határideje 2020. november 5-e. A pályázathoz szükséges további információ a Makói Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda hatósági csoportjánál, a 22-es szárnyépület 32-es irodájában, vagy telefonon a 0662 511 853-as telefonszámon kérhető.
Farkasév Erzsébet polgármester nemrégiben Cirbus Gábor alpolgármesterrel és Mágőre András József frakcióvezetővel Csongrád Csanád megyei képviselővel a kerékpárút hálózat fejlesztéséről egyeztetett, melyről hivatalos Facebook oldalán számolt be a városvezető. A bejegyzésben olvasható, hogy a Mezőhegyes Pitvaros Csanádpolota közötti kerékpárút szakaszok kivitelezése hamarosan kezdetét veti. Tekintettel a közeljövőben megvalósuló beruházásra a Makó Kövegyvonalon szeretnék elsőként bővíteni a meglévő kerékpárút hálózatot, hiszen Kövegy Csanádpolota között már rendelkezésre áll. Ezáltal a jövőben Mezőhegyes városa végig megközelíthetővé válik a Makkóról érkezők számára. A Szeged városának irányába a Kiszombor-Klára falva közötti szakasz kiépítése szintén nagyon fontos lenne településünknek. Mucsi Tamás, a Demokratikus Koalíció elnöke a fentiekre reagálva egy sajtóközleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, miszerint arra kéri Farkasév Erzsébet polgármestert, hogy a várost érintő fejlesztési tervekről az ellenzékkel és a város lakosságával is egyeztessen. A Vidék Veled Fesztivál a járványügyi helyzetből fakadóan ebben az évben sokkal visszafogottabb formában egy konferencia keretében valósulhatott meg a Glorious Vigadó épületében. A helyszínen több előadó is beszélt szakterületéről, és ezeket az értekezéseket az online térben is elérhetővé tették. A rendezvényt a modern vidéki életérzés jegyében hívták életre a tavalyi évben. A szervezők küldetésüknek tekintik, hogy a különböző szereplők, szervezetek és intézmények közelebb kerüljenek egymáshoz. Céljuk, hogy összehozzák a hagyományőrző közösségeket az innovációt hozó fiatal generációkkal. Idén a vírushelyzet miatt azonban nem volt lehetőség a tavalyi keretek között megrendezni az eseményt. Cagány Alexandra stábunknak elmondta, hogy milyen megoldást választottak. Nekünk is újítani kellett természetesen, a mostani helyszíni konferencia egy nagyon limitált 40-50 fővel kerül megrendezésre, viszont online a teljes konferencia anyagát október 4-től elérhetővé tesszük, több mint 2000 regisztrálónk van már országosan, és ez csak növekedni fog, úgyhogy a tavalyi 1600-as résztvevői számhoz azt hiszem, hogy ez is egy nagyon szép eredmény, hogy el tudjuk juttatni még több emberhez a fesztivál programjait. Nagyon széles spektrumon mutatkoznak be az előadók, vidéki sikersztorikat hoznak, majd 23 előadónk lesz a helyszínen, és további 7 előadást teszünk hozzá a programhoz online formában. Kovács Gigler Orsolya kommunikációs tréner és business coach is meghívott előadója volt a rendezvénynek. A szakember a mindennapokban gyakorlatorientált kommunikációs kompetencia fejlesztéssel foglalkozik. Mint mondta, fontos, hogy a kliensek náluk szabad kezet kapnak abban, hogy a különböző technikákat saját maguk értelmezzék és testre szabják. Hozzátette, jó azt látni, hogy a vállalat ügyfélkörében egyre több a fiatal vezető, aki fejlődni akar és szeretné elsajátítani a hatékony kommunikáció módszereit. Az asszertivitás, az önérvényesítő kommunikáció, ami missziónk, pontosabban ennek a népszerűsítése, elsősorban munkahelyi szituációkban, mert azt gondoljuk, hogy a pozitív önérvényesítés, az, hogy ki tudjunk állni magunkért, hogy el tudjuk mondani azt, hogy mire van szükségünk, hogy milyen igényeink vannak, az mindenkinek joga. Ehhez viszont mi segítséget próbálunk adni. A mai napon ezt egy kicsit úgy próbáltam megközelíteni, hogy segítsek a vállalkozóknak, vagy leendő vállalkozóknak, hogy hogyan lehet ezt beépíteni a hétköznapi kommunikációjukban, hiszen ha ők maguk a vállalkozások élén változtatnak, fejlődnek a kommunikációjukban, az hatékonyabb lesz, akkor ez végig fog gyűrűzni a szervezeten, és mintaként fog majd beépülni, és a szervezeti kultúra részévé tud válni. A tréner gyümölcsözőnek tartja az ilyen lehetőségeket, ahol különböző szakterületen tevékenykedő vendégek nyújthatnak bepillantást kutatási területeikbe, és mivel ő maga makói születésű, így külön öröm volt számára, hogy településünkön tarthatott előadást. Lássuk a legfontosabbakat, még egyszer röviden. Lesznai Anna munkásságából kaphatnak ízelítőt a múzeum látogatói. A sajtótörténelem egyik legnagyobb alakjáról forgatott filmet a Makói TV. Fesztivál helyett szűkkörű konferenciát tartottak. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást, majd az Ahol Pulitzer született című dokumentumfilmet tekinthetik meg, amelyet Pulitzer József sajtómágnásról készítettek a Makói Városi Televízió munkatársai.
Később Farkas Éva Erzsébet polgármester Makó Info beszámolóját mutatjuk meg önöknek, amelyben szó esik majd a várost érintő aktuális intézkedésekről. Ezután Társalgó című színes kulturális magazinunk következik, végezetül pedig Fogadóra című közéleti magazinunkat tűztük műsorra. Kedves nézőink, ez volt a hétfő esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, további szép estét kívánok, viszontlátásra!